A bajnoki találkozó 4-0-ás szekszárdi győzelmet kellő óvatosságra intette a hazai pályán simán vesztő, kékben játszó tolnamezsieket az újabb szomszédvári derbire, immáron a Magyar Kupában. A kiinduló pont a prioritás a zárt együttes csapatvédekezés volt, no és kiemelt figyelmet fordítottak a tavaly még tolnai ukránra, az ördöngősen cselező immáron szekszárdi Anna Sulhára, hogy ne ficánkolhasson úgy a tolnai a parketten, mint azt legutóbb a bajnokin tette. Ezzel a felfogással magukra húzták a sárga-feketéket, és tudtak élni a gyors kontrákra adódó lehetőségekkel, amit általában válogatott játékosuk Varga Adél egészen hátulról méről indulva szervezett. Ha nem sikerült helyzetig jutni, akkor az egyenlítő gólszerző Halászi Kinga átlövésekkel veszélyeztetett. Ha pedig a kombinatívabb, passzjátékban azért jobb, Szekszárd olykor mattolni tudta ezt a zárt tolnamezsi védekezést, jött Deszki Vanda Kinga, amúgy nyáron Szekszárdról érkező kapuvédő, akinek sokat köszönhet a csapat, hogy eljutottak a 2x5 perces hosszabbításig. Egyéb iránt már nem sok esély mutatkozott erre, hogy ne a büntetők döntsenek a továbbjutásról, amikor jött megint Halászi Kinga, aki egyszer csak súcs, lehetetlen, vagy ahogy a futball matuzsálemek nevezik, cimbalomszögből, akkora gólt ragasztott szabadrugásból a szekszárdi kapu bal felső ficakjába, amit talán ha látja, a brazil specialista Roberto Carlos is szuperlatívuszokban dicsért volna. A futball nehéz bombázója hírében áll ő, a nyáron a tolnát választó fővárosi futballista. Ott a szabadrugás szituációnál mi fordult meg a fejedbe? Hogy lepasszolod, kis közvetett szabadrugás, vagy elővöd egyből, innét el is szoktad? Azt hiszem jobban lőtted, ugye? Igen. Balról jobban. Igen. Általában igen, el szoktam lőni. Azt fordult meg a fejemből, hogy van még hátra 2 perc, meg kell próbálni, hát a sikerül, és szerencsére sikerült jól átlátni. Egyébként edzésen is gyakorlod ezeket, hogy ebből a nehéz szögből, hogy telirüsszel meglövöd, úgy jó erőből? És... Igen, szoktam, igen. Minden edzésen van egy pár ilyen lövő gyakorlat, amiben szoktam gyakorolni. Figyelte a videót a Szekszárd, akkor láthatta volna, hogy onnét hova rúgott? Hát igazából biztos, azért ismerjük már egymást, tehát régebb óta együtt játszunk. Nem hiszem, hogy gondolták volna, hogy onnan is kapura lövöm. A védőjáték megszervezése, annak hatékonysága, a csapat ezen a télen mutatott fejlődése volt a kupa siker, a Szekszárd legyőzésének és egyúttal a tolnamezsi továbbjutásnak az áloga. Hetek óta igyekszünk rendbe tenni a védekezésünket, és lemozogtuk, legyakoroltuk edzésen, és ez már múlt héten is kijött, és így most is látszódott a csapaton, hogy szervezetten tudunk védekezni, egységesek vagyunk, úgyhogy gratulálni tudunk a csapatnak, véghez vitték, amit szerettünk volna. Próbálunk persze előrefelé is kreatívabbak lenni, és egy-egy forgást, egy-egy variációt még átvenni és begyakorolni. Vannak a kispadon játékosok, de te is, meg kollégád is nem nagyon mertetek cserélni. A tét nagysága rányomta bélyegét, vagy nincsenek azért azonos értékű játékosok a padon? A tét nagysága is rányomta, meg hát nagyon nehéz beszállni már lemerevett lábakkal, vagy hosszabb pihenő után egy nagy ritmusban lévő meccsbe. A bajnokságba tovább menni, és ugyanez a védekezés, és abból apró gólokkal meglepni az ellenfelet. Minden mérkőzés más, valamelyik csapatok ellen stabil védekezés kell, de valamelyik csapatok ellen bátrabban ki fogunk menni támadni, amelyik jobban, igazából még nagyon az elején vagyunk, tehát még messze a bajnokság vége, és össze kell állni a csapatnak, hogy mi ízlik igazán. Ez a stabil védekezés egyelőre úgy tűnik működik. Csak egy rövid kérdés, vissza akarsz kerülni a válogatottba? Még pár ilyen teljesítmény, és akkor a kapitány not eszébe ott lesz? Ezt a kapitány eldönti. Micskó Márka bajnokságban listavezető, Agenta Girls Szekszárd vezetőedzője, csapata teljesítménye miatt nem volt lehangolt a Magyar Kupában való ilyen körülmények között történő kiesés miatt. Először is gratulálok a tolnának a továbbjutáshoz. Jó és szerencsés csapatuk van, azt kell, hogy mondjam. Nem a jobb csapat jutott tovább, hanem a szerencsésebb. Kb. 4-szer annyi helyzetünk volt, mint nekik. Nem is emlékszem nagyon, nekik lett volna helyzetük. Volt egy megpattanó lövésük, meg egy szabadrugás, ami gyönyörűen berúgott a Halászi Kinga. Ennyi. Tehát a futszát mi játszottuk. Én azt mondtam a pár arc előtt, hogy aki itt tovább jut, az megnyeri a Magyar Kupát. A proféta szóljon a szekszárdi vezető edzőből, mondják a tolnamezsi csapat házatáját. Ha ugyanis bejön a jóslata, a tolnamezs megvédi címét a második számú sorozatban a Magyar Kupában. Mint az emlékezetes, tavaly megnyerték a kékek,
a sorozatot, a Magyar Kupát a jóval erősebb Hajdúböszörmény ellen semleges pályán büntetőrugások után.